Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Porva határából, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Porva határában, a Sárga Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor én a továbbiabban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen fordulok is egy 180 fokot. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem az ezt megelőző videómban, így hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat, itt most már a Sárga Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiabban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a mai kis túrámat, ami ideig elég kalandosan alakult, tehát ideig elég kalandos kis túra van már mögöttem, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok itt a Sárga Sávon, most már, hiszen lejöttem a Zöld Sáv túraútvonalról, és rátértem a Sárga Sáv túraútvonalra. Mai napon ez már a második túraútvonalam, hisz az első túraútvonalam ezen a szombati napon a Zöld Sáv túraútvonal volt, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok itt a Sárga Sáv túraútvonalon. Most egy darabig ezen a Sárga Sáv túraútvonalon fogok haladni, egy jó darabig, egészen a Sárga Keresztnek a kiágazásáig, és majd a Sárga Keresztre szerintem rá fogok térni, és majd szépen a Sárga Kereszten vissza fogok gyalogolni a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyig, és valójában ugyanoda fogok visszaérkezni, ahonnan a mai kis túrámat elindítottam. Hogyha megnézitek az ezt megelőző videókat, akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek, hiszen a mai kis túrámat ugye a Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől indítottam el, és tulajdonképpen ugyan oda fogok majd visszaérkezni egy pár kilométer elteltével, mert tényleg egy pár kilométer elteltével ugyan oda fogok visszaérkezni a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyre. Hát lányok és fiúk, idáig nagyon kalandos kis túra van már mögöttem, ahogy mondottam, ma már volt eltévedés is, többek között, vagy legalábbis rossz úton indultam el, mindjárt túrám elején, rossz úton indultam el, Borzavár felé indultam el, Porva helyett, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább itt a Sárga Sávon, és itt a Sárga Sávon fogok most egy darabig sétálni, darabig túrázni, egészen a Sárga Keresztnek a
kiágazásáig, és majd rá fogok térni majd a sárga keresztre, és szépen majd a sárga kereszten vissza fogok sétálni a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyhöz. És valójában a mai kis túrám az ennyi is lesz tulajdonképpen, ami valójában már nem is olyan kis túra, hiszen hogyha nem lett volna az az úttévesztésem, ami volt ugye a túrám elején mindjárt, akkor már nyilván már túl lennénk ezen a túrán, de hát ugye volt egy kis úttévesztésem mindjárt a túrámnak a legelején, épp hogy leszálltam a vonatról, és már rossz úton indultam el Borza vár irányába, Porva helyett. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok itt a sárga sávon. Viszont az a sárga sáv, ez jó ki van jelölve. Tehát ez nagyon jó ki van jelölve. Lehet mondani, hogy frissen van ez újítva. Tehát ez valószínűleg frissen lett festve, nem olyan régen, mert egész jól látszik. Tehát ezt nemrég felújították, ezt a sárga sávnak a turista jelzéseit. Nem ártana a zöld sávét se felújítani, Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől kiindulva, egészen idáig Porváig, ahol találkozik a sárga sávval. Na, gyerekek! Úgyhogy haladunk, haladok is tovább természetesen. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek, hogy ilyen szélzajosak vagyunk, de fúj a szél, amit nyilván nem én szabályzok. Na, gyerekek, haladjunk tovább. Miért beszélek mindig többes számba? Fogalmam sincs. Haladjak tovább, ez a helyes. De mindig többes számba beszélek, de nem tudom miért, holott tök egyedül vagyok. Na mindegy. Na haladjak tovább, ez a lényeg. Na gyerekek, akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. És valójában ez egy szép kis túra lesz majd összességébe véve. Mert ez egy szép kis túra lesz. Majd mikor visszaérkezek a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyre, ami szerintem egy pár óra múlva lesz, egy-két óra múlva, max. 3 óra múlva, tehát akkor már tényleg a max, tehát max. 3 óra múlva visszaérkezek a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyhöz. Hát onnan a mai kis túrámat indítottam tulajdonképpen. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! És akkor itt van egy nagyon szép kis mező, kapásból, láthassátok, nagyon szép kis mező van itten, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg nagyon szép kis mező van itt, és akkor haladok tovább arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Akkor haladok tovább természetesen, tovább itt a sárga sávon. Hát most már ugye a zöld sávot magam mögött hagytam. Még az is egy eléggé kalandos útvonal, mert tényleg valami kalandos az az útvonal. Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől kiindulva, eléggé kalandos a zöld sáv túra útvonal. De ahogy mondottam, nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy miről is beszélek. Na gyerekek, most már remélhetőleg nem fogok megtévedni, illetve megkeveredni, mint ahogy a túrám legesleg elején. Így utólag belegondolva tök vicces az egész, hogy egy kicsit megkeveredtem, azt Borza vár felé indultam el, a Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől. Aztán végül vissza kellett forduljak. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat.
A szélzai pedig elnézéseteket kérem. Szélzajosok vagyunk. Itt azért fúj rendesen a szél, ahogy hallható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon, aminek egész jól látható a jelzései. Sokkal jobban látható, mint a zöld sáv túra útvonalnak. Tehát ennek a jelzései sokkal jobban láthatóak, mint a zöld sávnak. Hú, gyerekek! És itt balra, de hova? Na mindegy, haladjunk tovább. Ja nem, jó az irány, oké, erre mutat. Tehát erre mutat a sárga sáv. Tehát jó az irány. Erre mutatja, hogy erre kell haladni. Jó van, akkor haladok erre. Na gyerekek, folytatom tovább akkor a mai kis túrámat. Bejövünk egy ilyen erdősebb, bozótosabb területre, ahol nem fúj annyira a szél. Remélhetőleg. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon. Hát ez... Aha. Aha, itt van a hódosér, gyerekek. Hát itt van a hódosér. Hát víz az nem nagyon van benne, de itt van a hódosér, gyerekek. Tehát itt van, csak éppen víz nem nagyon van benne. Igen, itt van a sárga sáv is, itt halad. Hát az éjszaka itt is esett az eső, ahogy elnézem, nem csak Veszprémben. Azért itt van víztócsa most rendesen, hogy látható ezen a felvételen. És akkor itt haladok a hordosérrel, a hódosérrel teljesen párhuzamosan. Hát ja, érdekes az útvonal. Hát ideig nagyon tetszetős, tehát ideig az egész túrám amúgy tetszetős. Tehát a mai túrám se rossz. Sőt, mondhatni, hogy nagyon jó kis túra ez a mai is, tulajdonképpen. Levonva a dzsungelharcot, ami volt ugye a zöld sávon. De nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És itt van mellettem a hódosér is. Hát az útvonal az tényleg tök jó néz ki. Tehát tök szép ez az útvonal. Még a mai túrám az összességében véve ideig tök jó. Mert tényleg tök jó ideig a mai kis túrám. Beleértve a túrám elejé eltévedésemet is. Úttévesztésemet is. Hát azt is beleértve. Ideig tök jó ez a kis túra. Volt ma már dzsungelharc is.
volt vattúra is, főleg az ötsávon, de ahogy mondottam, nézzétek meg az ezt megelőző videókat, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És a bögöly legyek megint betalálnak maguknak. Ez a sok bögöly légy nem volna, akkor tök jó is lenne. De itt a bögyök betalálnak megint. Pont úgy, mint csütörtökön is betaláltak a csütörtöki túrámban. Arról is természetesen készültek videók. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! Az átkozott bögyök gyerekek itt nem hagyják az embert békén, jönnek csipkelődni. Nem elég, hogy a csalánok végig csipkedtek a zöld sávon, most még itt a bögyök is betalálnak maguknak. Na, haladjak tovább. Tovább itt a sárgán. Hát igen. Jó, kikerüljünk ezt a mocsárt itt. Itt ezen az oldalon. És akkor haladok tovább itt a sárgán. Itt a hódosérben víz nincsen. És amúgy itt van a sárga sávnak a jelzése, tessék, lássék, itt van a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiabban is ezen a sárga sáv túraútvonalon fogok haladni, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább ezen a sárga sávon, még mielőtt itt a bögyök megesznek. A bögöly legyek nagyon szemtelenek gyerekek, csipkelődnek itt jobbra-balra, minden irányból. Na, akkor szépen haladok tovább itt a sárgán. Hát itt van mellettem amúgy a hódosér, tehát itt van maga a hódosér, tehát ez itt maga a hódosér. Csak éppen víz nincs benne. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. És akkor remélhetőleg itt már nem fogok eltévedni, megtévedni, mint a túrám legelején. Hát ez a mai kis túrám egy szép kis túra tulajdonképpen.
összességébe véve, tehát ez a mai túrám is egy nagyon szép kis túra lesz, ahogy így elnézem. És most már ugye jó pár kilométer mögöttem van, igazabban voltak abban potyakilométerek is, sajnos. Tehát voltak potyakilométerek is a mai túrámban, amikor az ördögnek mentem egy úttal, mindjárt túrámnak a legelején, de ahogy mondottam már oly sokszor, nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok tovább itt a sárga sávon, szépen előre. Na, gyerekek, haladjak tovább. És igen, ezt a sárga sávot ezt nemrég újra festhették, mert nagyon frissnek néznek ki ezek a turista jelzések. Sokkal a frissebb, mint a zöld sáv, ami ugye Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől indul ki. Tehát ott csártana újjá festeni a zöld sáv turista jelzésnek a jelzéseit. Legalább a porvai sárga becsatlakozásig, legalább addig minimum, mert azért ott azért hiányosak a jelzések, meg eléggé ritkán is vannak, úgymond. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon. És egy darabig még ezen a sárga sáv túra útvonalon fogok túrázni, egészen a sárga keresztnek a kiágazásáig, és majd szépen rá fogok térni majd a sárga keresztre, és azon fogok szépen visszagyalogolni egészen a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyig. Hát közben itt a kis sártenger, vagy némi sár is. Nyilván itt is esett éjszaka az eső. Na, gyerekek, haladjunk tovább. Miért beszélek többes számba? Fogalmam sincsen. Haladjak tovább. Maradjak ennyiben. Na, jól van, itt szépen itt a sárgán haladok előre. Ja, megvan a sárga jelzés. Hát sokkal jobban nyomon követhető a sárga jelzés, mint a zöld jelzés. Tehát sokkal jobban nyomon lehet követni ezt a sárga jelzést, mert ezt nemrég szerintem újjáfestették, ezt a sárga sáv túraútvonalat. Hát ezt kéne csinálni a zölddel is, újjá kéne festeni a Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől, legalább Porváig minimum, ahol a sárga sávval összetalálkozik. Hát bízok benne, hogy majd az is meg fog egyszer történni. És akkor itt szépen, itt van balra tőlem a hódosér, amiben konkrétan egy korty víz nincsen, hiába volt az éjszaka eső, tehát konkrétan egy korty víz nincs a hódosérbe, mert egyáltalán nincs benne víz. És akkor szépen haladok tovább. Tovább itt a sárgán. Jó, megint valami vadillatot, vadszagot éreztem. Úgyhogy ja, megint valami vadnak a szagát éreztem egy pillanatra. Hát mondjuk ilyen helyeken, mint ez itt ugye, ahol ritkán jár ember, itt ugye az ember érezheti a vadaknak a illatát. Ú, gyerekek, itt a sáron keresztül kellett jöjjek. Ó, saras lett a lábam, nem számít. Majd lesz valahol víz, ahol le tudom mosni. És akkor szépen haladok is tovább. Tovább itt a sárga sávon.
Hát a táj az viszont tényleg szép, tehát a táj az tényleg jó néz ki. Tehát nagyon jó néz ki ez az útvonal. Hát tényleg baromi jó néz ki ez az útvonal. Ezt nézzétek, micsoda dombódal van itt. Tök jó néz ki ez az egész, ahogy ez így látható ezen a felvételen. Mert tényleg jó néz ki. Ezt nézzétek, milyen szép ez az egész. Íme, így néz ki. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, arra felé van porva, tehát abban az irányba van porva, én abból az irányból jövök. Tehát arra van porva, és én onnan jövök. Még nem Porváról jövök, hanem Porva Csesztek vasúti megállóhelyről, de abból az irányból. És akkor fordulok is vissza a helyes irányra, és akkor haladok tovább arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Hát egy kicsit saras lett a lábam. Nem számít. Majd lemosom. Keresztül kellett menjek a sáron. Hát lesz majd valahol víz, azt lemosom. Ha meg nem, akkor majd este úgy is fürdünk. Na, gyerekek, haladjak tovább inkább. Hát most már remélhetőleg nem fogok már megtévedni, úgy, mint a túrám elején, mert az elején azért kissé megtévedtem, őszintén szólva, mert tényleg kissé megtévedtem. Hát közben csináltam itt egy kis vízfolyást, a lábamat le kellett mossam. Ezt nézzétek, milyen jó kis vízfolyást csináltam itt, mert le kellett mossam a patámat. Na, folytatom tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Tehát csináltam egy kis vízfolyást, mert le kellett mossam a patámat, ha már a sáron keresztül gázoltunk. Na, gyerekek, akkor haladok tovább természetesen.
Hú! És akkor majd szépen el fogok most sétálni itt egészen a Sárga keresztig, és majd szépen a Sárga kereszten vissza fogok sétálni a Porvacseszneki vasúti megállóhelyhöz. És valójában ott fog véget érni a mai túrám, ahol ezt a mai túrát tulajdonképpen elkezdtem, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat, tovább itt a Sárgasávon. Amúgy, ha nem térnénk le erről a Sárgasáv túraútvonalról, akkor egészen Vinyéig el tudnánk gyalogolni, ha nem térnénk le erről a Sárgasávról, de le fogok róla térni, mivel hogy ugye a csütörtöki túrámban, hogyha megnézitek a csütörtökön készült videókat, ugye akkor is itt jártam ezen a környéken, és akkor jártam be ugye a Sárga keresztet, illetve a Sárgasávot a Porvacseszneki vasúti megállóhelytől egészen Vinyéig. Ez volt ugye a csütörtöki túrám. Természetesen arról a túrámról is készültek videók. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább természetesen. Tovább itt a Sárgasávon. És erre egyenesen kell haladnom tovább, merre felé folytatódik a Sárgasáv. Tehát erre tovább egyenesen, konkrétan. Na, gyerekek! És akkor szépen haladok is tovább itt a Sárgasávon, szépen előre felé. És mivel, hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, és hamarosan fogom folytatni ezt a túrámat, nyilván egy következő videóban, remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, hiszen a mai kis túrám még konkrétan nem ért véget, és én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, és hamarosan folytatom ezt a túrát egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Porvacsesznek környékéről, a Sárgasáv túraútvonalról. Sziasztok! Ja, és majd a további abban arra felé fogok haladni, de ez egy következő videó témája lesz. Sziasztok!